ágres réteg, a fej, a meghajtómű és minden egyéb elektronika vonatkozásában. Na most 72-ben kipattant egy ötlet a fejemből, hogy 8, az időbe visszamenve akkor mindenki tudja, hogy 8 szoros floppy volt, a 8 szoros floppynak a drive-ja külméretekben körülbelül 10 liter külméretű volt, ugye 250 kilobájtos kapacitással, 48 track per inch-el, stb. Ezt ismerjük. Az ötletem az volt, hogy hasonlóan a kompakt kazettához tegyük bele a forgó lágy lemezt egy fix merev kazettába. És nyilván, hogy ehhez az kell, hogy legyen egy fix középső olyan mag, amelyik jól képes centírozni azt a lemezt, hogyha leveszik és visszateszik. És ezen kívül pedig az kell, ugye, hogy meg is lehessen hajtani, tehát a nyomatékot át lehessen adni a lemeznek. Na most ezt az egész ötletet leírtam, és hát az ember elég lusta és bizonyos fázis késéssel 74-ben beadtam Magyar Szabadalomra. Megmondom őszintén, akkor én nem gondoltam arra, hogy azt kierőszakoljam a vállalattól, hogy külföldi szabadalomra is adja. Beadtam, és szép lassan elkezdtem a számításokat csinálni, elkezdtem rajta dolgozni. Na most, akkor még ugye a mini floppy nem volt sehol, de akkor a 74-es szabadalomban igyekeztem úgy meghatározni a külső méreteket, hogyha a sugárt Amerikában ugye tovább dolgozik, mert gondoltam csak tovább dolgozik, ő ugye 71-ben találta fel a 8 inches floppy-t, hát valahol fog tartani akkor, ugye a tegnapi Párducnak az esete, amit a plenáris ülésre látunk, valahol fog tartani akkor, amikor én odaérek az én termékemmel. Épp ezért feszesek voltak ezek a célkitűzések, tehát a 8-szoros floppyhoz képest ugye több nagyságrendel kisebb készüléket terveztem akkor, és ebben a 74-es szabadalomban le van írva a kazetta méret 110x80x7 mm, és 100x75x7,5 mm lett, tehát egy nagyon kevés eltéréssel a 74-es lett megvalósítva néhány évvel később. Na most akkor, amikor ez a szabadalom elkészült, mondom, akkor lassan kezdtünk rajta dolgozgatni, de amikor a hannoveri vásáron 76-ban mellbe vágott engem a sugárnak a mini floppy-ja, ami akkor debütáltott először, nem volt váratlan a részemre, de mégis mellbevágott, hogy már 76-ban a sugárt ugye itt tart. Akkor nyilván, hogy ezt a kazettás elképzelést oda kellett hasonlítani már a mini floppyhoz. Azzal is állt a nyugodtan a verseny, hiszen a mini floppy körülbelül 2,5 liter vagy 2 liter űrtartalommal jelent meg, külső köptartalommal, és ez mindenhogyan még annak is egy ötöde volt csak, és mindenféleképpen előnyösebbnek nézett ki. Na most, mikor ez megtörtént, hogy megláttuk ezt a floppy-t, akkor gőzerővel meggyorsítottuk a fejlesztést, és itt egy pillanatra megállnék, hogy igenis a konkurencia az nagyon jó, oda kell rá figyelni, mert talán a legjobb orvosság a totojázás ellen. Nem engedi azt, hogy na most még valami jó gondolatunkon, még egy kicsit simogassuk, ücsörögjünk rajta néhány évig, mert mindenféleképpen köddé vész minden jó gondolat néhány év alatt. Ami nem vész köddé, az, amit mások nem csinálnak, az úgyse jó gondolat. Na most gyakorlatilag tehát elkezdtem sietni vele, és 79-re elkészült ilyen jellegű, mint önök kezében van, ilyen jellegű mintapéldány kézi felépítéssel, és gyakorlatilag ez mondjuk egy olyan példány lett, amit be lehetett mutatni. Akkor bemutattam a vállalatomnak, a vezérigazgatónak, hogy ne az legyen, mint már sok alkalommal előtte volt, hogy levonják a prémiumot, stb., hogy titokba dolgozok, és ők később tudják meg, mint amit a vásárlátogatók esetleg megláttak az én termékemen. Nem az enyémen, hanem vállalatom, bocsánat. Tehát, hogy ezt a konfliktust elkerülően bemutattam. Sajnos nem volt neki sikere, két fő kifogása volt a vezérigazgatónak. Az egyik az, hogy ez a kazetta semmivel nem kompatibilis, tehát semmi más nyugati készülékbe nem lehet bedugni. Hát ebben tökéletesen igaza volt, mondtam, hogy ezen nem tudunk segíteni, mert ott még ezt nem találták ki. A másik kifogása az volt, hogy a buborék memória annyira előre fog törni, hogy minden mozgóelemes tárolót le fog söpörni az asztalról.
Hát ezen megint nem lehetett vitatkozni, mert nekem ezzel ellentétes volt a felfogásom. Hát az élet az, látjuk, hogy merre felé haladt. Na most ezzel a két kifogással igyekezett ezt egyszer is mindenkorra megölni. Most ez nagyon nehéz volt, mert én erőszakos voltam és meg akartam csinálni, ő pedig nem akarta engedni. Hát ha külső támogatóim nincsenek, lehet, hogy sikerült volna megölni, és lehet, hogy akkor most nem sírnánk utána.